Itt nagyon fontos a pontos indítás, tehát hogy teljesen vízszintből indítsd az egészet, ne legyen az, hogy elcsúszik így a fólia, vagy pedig így, mert akkor ahonnan elcsúszik, ugye azon a részen utána hiányozni fog. Hogyha elcsúsztál, akkor vissza lehet majd húzni, meglátjuk, hogy nekem sikerül egyenesen menni. Tehát az első és legfontosabb az indítás. Ugye ráhagyással dolgoztam, tehát egy kicsit túl lehet lógatni. Most rárakhatom még akár a gumitömítésre is, rá is fog menni, mert majd utána azt úgy is le fogom vágni. Itt egy picit visszahajlott, úgyhogy kihúzom. Amikor itt fönt vagy, akkor ellenőrizned kell azt is, hogy végig leére a tervezett hosszra, mert hogyha valamit elmértél, akkor inkább most javíts. Igen, itt jó lesz. Jó. A gumitömítésre igazából nem fog fölragadni, azért is nem szabad egyrészt odarakni. Másrészt meg kell szokni, mert hogyha például vizesen rakod, akkor nem lesz hol kijönni a víznek, illetve itt sem fognak tudni kijönni a buborékok, hogyha ráteszed teljesen a tömítésre, de majd ezt le fogjuk vágni. Tehát alulról húzod, és közben fölülről simított jobbra és balra. Itt már látszik, hogy itt jobban befette az elején, és itt már nagyon a kezd elhúzódni, úgyhogy én azt hiszem, hogy egy picit javítok rajta. Még ilyenkor visszahúzhatod, még ilyenkor nem fog nyúlni. Tehát az lesz a lényege, hogy errébb kell az egészet picit tolnom, azt pedig úgy fogom tudni megcsinálni, hogy picit megemelem ugye ezt a sarkát. Megint visszahajlott a guminál, úgyhogy azt beigazítom újra. Itt hallom, ahogy egy kicsit serceg. Az azt jelenti, hogy van alatt a buborék, ha bár nem látom. Nagyon jó ez a Milky nevű fólia, mert egész jól elviszi a szemet. Ellenőrizzük. Igen, most már jó lesz itt oldal. Ú, itt egy hatalmas nagy buborék van benne. Ez óriási, nem tudom, látszódik-e. Ezt így alulról fogom visszahúzni, és akkor így ki tud menni alól a levegő. Még mindig van benne. Az a lényeg, hogy jobbra és balra jó erősen kitold a levegő buborékot alól. Én azt nézem, hogy igen, ráment a gumitömítésre, azt le kell majd vágni,
mert az úgyis el fog válni később, de egyébként meg nagyon szép pontosan van az egész. Pillanat, csak itt begabolyogtam. Tehát ez ugye a milkifólia, amit levágtam, a 15 méteres tekercsből levágtam ugye a megfelelő hosszúságra és szélességre. Itt megint van egy kis buborék. Ezt visszahúzom, így, és akkor nem is kell teljesen, csak elég, hogy a buboréknak egy része benne legyen, és akkor már azon a kis részen ki tud jönni majd a levegő. Lefelé, és utána jobbra és balra is kitoljuk. Itt megint van egy. Ezeket igazából ki lehet utána is egy tűvel szúrni, de hogyha most látod, és még időben észreveszed, akkor célszerű ilyenkor ezt helyrehozni. Itt is lett egy picike. Tehát itt a egyet lejjebb engedem. Tehát itt egy 68,5 centis üvegajtóról van szó, ami 208 cm magas. És erre vágtam a 90 centis fóliából szélességre 69 centit. Itt egyébként látszik is, hogy nem lehetett annyira kiszámolni, tehát itt már van egy kis hézag, tehát itt már nem ment rá a gumitömítésre, a felső részen rajta van, itt egyre jobban, nem látjátok, jó? Tehát itt már most pont jó, ez lenne az ideális. Ezen az oldalon viszont már teljesen rajta van a tömítésen, tehát ez az, amikor nem tudjuk annyira pontosan elindítani a tetején a vízszintest, hogy ez teljesen csont nélkül hibamentes legyen, és ezért kell ráhagyással dolgozni, amikor itt szárazon rakott fel. A ragasztós felületűt, itt is lett egy pukli, azt most már inkább kiszúrom. Ezt ki tudod szúrni a szikének a hegyével. Így. Utána így körbe elsimítgatod, és akkor ezen a pici lyukon ki fog jönni a levegő. Így már nem is látszik semmi. Jó. Kicsit nehezebb fölrakni így az öntapadós fóliát, mint vizesen. Viszont így rögtön szép marad, nem fog úgy behomályosulni, mint hogyha vízzel rakod, de lesz arról is videó. Lehet, hogy már kész is van, mire megnézed ezt. Egy picike kis makacskodik, igen. Jó. Tehát ez itt egy 2-10-es magasság, és itt már
elég rendesen elcsúszott, tehát a felső részen még egyáltalán nem ért rá a gumira, itt pedig már teljesen befedi, annyira elcsúszott, de hogyha belegondolsz, egy ilyen 2-10-es magasságnál ez nem is olyan borzasztó, tehát azért kell ráhagyással dolgozni, hogy ezt utána ki tud küszöbölni. Túl nagyot nem érdemes ráhagyni, mert akkor be tud itt levegősödni, legalábbis nekem volt olyan, amikor raktam, és hogyha itt túl húzod, hogy vagyunk ezen a részen, a guminál, akkor ugye már itt be is kell teljesen fordulni, és akkor az egész így eláll egy kicsit az üvegtől. Úgyhogy próbáld meg lehetőség szerint egy ilyen pont kellő ráhagyással csinálni. Időnként van egy-egy kis pukli, de nagyon jól lehet látni ezen a fólián, és akkor vissza tudom húzni. Ugye nyilván, hogyha gyorsabban dolgozol, gyorsabban húzod le az alátétet, akkor valószínűleg nem fogod ennyire jól észrevenni ezeket, úgyhogy én inkább ezt a lassabb tempót javaslom. Na, mindjárt a végére érünk. Természetesen itt megint lett.